Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Elég hosszú című előadást választott nekem itt a rendezőségen. Ez egy picit lerövidítettem és egy picit kibővítettem. Nem gondolom, hogy csak klímamigránsokról kell beszélni, hanem inkább azt mondanám, hogy környezeti migrációról és a biztonságpolitika összefüggéseiről. És ha azt kell összefoglalni, hogy miről szeretnék ebben a rövid időben beszélni, akkor részben kezdeném a migrációs fogalmakkal. Ezt mindig el szoktam mondani, amikor migrációról van szó, mert azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés, hogy tisztában legyünk a fogalmakkal. Aztán arról beszélnék egy picit, hogy kik és honnan és miért jönnek hozzánk, és utána, hogy kik fognak még jönni hozzánk, és nyilvánvalóan kik fognak még jönni, be fognak beletartozni azok a környezeti migránsok, amelyek számolnunk kell. Majd pedig a környezeti migráció elsődleges okairól beszélnék néhány szót, illetve hogy lesznek-e környezeti migránsok és menekültek, ezt nagyon egyszerűen azért szeretném feltenni ezt a kérdést, mert nagy vita van a szakirodalomban azzal kapcsolatban, hogy akik környezeti okok miatt migrálnak, azok gyakorlatilag környezeti migránsként fognak-e megjelenni, avagy sem. És végül, hát hogy van-e kiút a menekült válságból, ez egy olyan kérdés, amire általában Európában ma mindenki keresi a megoldást, illetve az ötletet. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy a migráció alapvetően, ugye ez egy történeti folyamat, amely gyakorlatilag mondhatni azt, hogy természetes, ami a globalizációval és számos dologgal, többnyek között a környezeti változásokkal is összefügg. Azért tettem föl ezt a szlájdot, mert nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy körülbelül miről szoktunk beszélni. Nem akarom elmagyarázni, inkább azt a kérdést tenném fel ugye ezzel kapcsolatban, hogy hova fognak kerülni gyakorlatilag a környezeti változások miatt útnak eredők. Tekintettel arra, hogy ugye a nemzetközi jog nem ismeri a klíma menekültet, mint fogalmat, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy jogilag sem vagyunk felkészülve jelenleg arra, hogy a környezeti ártalmak, illetve a környezetváltozás miatt migrálókat valami olyasmivel illessük, ami az ő oltalmukat feltétlenül biztosítaná. Ugye azt látjuk, hogy alapvetően akik bennünket érdekelnek, azok a kényszervándorok, illetve a menekültek. A nemzetközi jog alapvetően a menekültekkel foglalkozik, ezekben nem tartozik bele egyébként az a kategória, amit egyébként nagyon sokan javasolnak, hogy be kéne vezetni, akik a különböző környezeti ártalmak miatt indulnak útra. Többek között természetesen a klímaváltozás miatt is, de nem kizárólag. Hogy miért és kik jönnek ma, ezt nagyon gyorsan szeretném csak átfutni. Gyakorlatilag ugye nem sikerültek az államépítési kísérletek, összeomlottak azok a rendszerek, amelyekkel korábban ilyen hullámtörőként, gondoljunk csak a Kadhafi-féle Líbiára, vagy a Ben Ali-féle Tunéziára. A szíriai és az iraki polgárháború nyilvánvaló belejátszik, nem csak egyébként az ISIS, tehát nem csak az iszlám állam, hanem maga a rendszer is. Ugye mindig felszoktam a figyelmet hívni, hogy a halálos áldozat tekintetében az Assad rendszer az egy brutálisabb és nagyobb halálos áldozatot termelő rendszer. És hát nagyon fontos, hogy túl hosszú ideje tart általában az iraki és a szíriai polgárháború is. Egy olyan térképpel szeretném befejezni, ami alapvetően azt mutatja, hogy nem nagyon van csodálkozni való okunk arra, hogy jönnek a migránsok, hiszen ha megnézzük, akkor tucatnyi az a konfliktus, ami miatt elindulnak, és részben a környező országokban, részben pedig Európába is. Hogy miért tartom fontosnak a konfliktusoknak a felidézését? Nagyon egyszerűen azért, mert az egyik fő mondani valóm az lesz, hogy önmagában a környezeti változás is konfliktusokhoz fog vezetni, tehát egyáltalán nem biztos, hogy
hogy környezeti migránsként érkeznek hozzánk, hanem nagyon könnyen előfordulhat, hogy épp olyan politikai migránsként vagy menekültként fognak megérkezni. Csak pusztán arról van szó, hogy a környezet változás lesz az, ami ezeket a helyi konfliktusokat ki fogja robbantani. Ezt csak azért tettem föl, hogy nagyjából lássuk azt, hogy jelenleg tulajdonképpen egy nagy migrációs hullámnak a kezdetén vagyunk. A legtöbb szakértő azt mondja, hogy jelenleg, ha nagyon egyszerűen akarunk megfogalmazni, akkor politikai többségű, politikai migráns, háborús és polgárháborús övezetekből, néhány szociális menekült, ezek ők elsősorban egyébként Koszovóból, Pakisztánból, Nigériából, Erefántcsontpartból érkeznek, illetve hát nagyon fontos, hogy a helyi középrétegek érkeznek ide hozzánk, akik részben besorozás ellen, a besorozás miatt menekülnek, egyik polgárháborús fél oldalán sem kívánnak harcolni, másrészt akik családilag menekültek. Nagyon fontos, hogy a szíriai menekülteknek a töredéke érkezik el Európába. Itt ugye lehet látni egy olyan térképet, ami azt mutatja, elsősorban a környező országokat sújtja gyakorlatilag a külső menekültek tömege, de ami fontosabb, és szerintem ebből a szempontból még izgalmasabb, hogy nagyjából 7,5 millió, valamivel több mint 7,5 millióra tehető a Szírián belül menekültek aránya, ami iszonyú nagy szám egy 23-25 milliós országnál, és ezek egy része nem kizárólag a polgárháború elől menekül, hanem itt már nagyon sok tanulmány arról beszél, hogy többek között a környezet, illetve hát az éghajlatváltozás is belejátszik. Szintén egy olyan térkép, ami nagyjából azt mutatja, hogy nem újdonság ez a dolog. Ha csak az elmúlt 25 évet nézzük, akkor látjuk azt, hogy több olyan konfliktus is, elhúzódó konfliktus volt, ami jelentős migráns vagy menekültet termelt. Ebből kétségtelen tény, hogy a jelenlegi, tehát 11 és 15 között, vagy napjaink között folyó szíriai polgárháború a legnagyobb, vagy szíriai-iraki polgárháború, de döntően nem újdonság a dolog. Kik fognak megjönni? És itt kezdünk rátérni azokra a kérdésekre, amiről én talán egy picit részletesebben szeretnék beszélni, hiszen a gazdasági és szociális migránsok, amit ugyan a politika nagyon sűrűn emleget, de akik jelenleg még kisebb számban vannak, vagy inkább azt mondanám, kisebbségét adják a jelenlegi migrációs hullámnak, ők azok, akik valószínűleg jönni fognak, és közöttük elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik egyébként az éghajlat és a környezetváltozás miatt fogják otthagyni lakhelyeiket. A másik, amit mi mindig nagyon szoktunk, az azt jelenti, egyébként én a Stratégiai Védelmi Kutatóközpontnak vagyok ugye a vezetője, itt el kellett volna mondanom, hogy mindaz, ami tetszik önöknek, az nyilvánvaló a munkatársaimnak az érdeme, és mindaz, ami nem, az én felelősségem, mert általában az ilyen kutatást nem egyedül végzi az ember, hanem csapatban, de szeretném jelezni, hogy nem egyedül állítottam össze ezt az előadást, ennek megfelelően egyfajta kollektív bölcsességet vagy kollektív információt fogok kiadni. A másik, akik nagyjából sorrendiségében próbáljuk egyébként ezeket felsorolni, azok az úgynevezett demográfiai migránsok lesznek, ami nagyon egyszerűen abból fog fakadni, hogy 2030-ig közel 500 millió fővel fog megnövekedni az afrikai kontinensnek a létszáma. Ez, hogy ki legyen fogalmunk, nagyjából 500-550 millió fős ma az Európai Unió, tehát egy Európai Uniónyi új embertömeg jelenik meg Afrikában, és Afrika abból a szempontból is teljesen izgalmas, és kapcsolódik a mai konferenciánkhoz, hogy tulajdonképpen a környezetváltozás vagy az éghajlatváltozás egyik legnagyobb vesztese valószínűleg Afrika lesz, már most az, és amennyiben az ott
felnővő generációkat, az ott felnővő népességet nem lesz képes megtartani Afrika, vagy az afrikai államok, tehát nem lesz megtartó képessége az ottani államoknak, akkor bizony azzal kell számolnunk, hogy komoly migrációs hullám lesz. Ez nagyjából egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen vizuális csemege arról, hogy hol növekszik, illetve hol várható az, hogy a populáció vagy a népesség növekszik. És természetesen jönnek a klímamigránsok, illetve klímamenekültek. A klímamenekülteket azért emeltem ki, mert mint jeleztem, ilyen fogalommal nem dolgozik a nemzetközi szakirodalom, vagy nagyon óvatosan bánik a fogalommal, de tény, hogy vannak olyan javaslatok, amelyek azt mondják, hogy a klímamigránsokat, vagy a környezeti migránsok egy részét tekinthetjük klímamenekültnek, és ők lesznek azok. A mostani tehát csak egy kezdete a migrációs nyomásnak, és akkor, hogy lehessen látni néhány dolgot a környezeti migráció alapvető okairól. Nem akarom Andrásnak elvenni a mondandóját, de hát fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a környezeti migráció az egy történelmi. Ha valaki látta a Kozmosz című sorozatot, abban nagyon szépen elmagyarázzák, hogy tulajdonképpen az emberi evolúciós fejlődésben is meghatározó volt a környezetnek a változása, abban, hogy két lábra álltunk, abban, hogy felegyenesedtünk, mind-mind olyan környezeti változások okozták ezeket a dolgokat, amelyek velejárói egyébként a földtörténetnek és az emberiség történetének is. Ugyancsak a 4.-8. századi népvándorlás egyik fontos okaként szokták megemlíteni a környezetváltozást. Itt a legkülönbözőbb dolgokra lehet, felmelegedésre, aszályosodásra, a különböző legelőknek a megszűnésére, ami óhatatlanul nagyobb népcsoportokat előbb-utóbb arra kényszerített, hogy elinduljanak. És természetesen, ha már valaki elindult egy nagyobb népcsoporttal, az egyfajta dominóként nyomta maga előtt az összes többi. A szíriai válságban és az arab tavasz eseményeiben is van szerepe egyébként a környezeti változásoknak. Néhány adatot: az elmúlt néhány évben 0,8%-kal fokkal nőtt az átlag hőmérséklet, ami iszonyú magas egyébként, és ennek megfelelően ez óhatatlanul olyan eseményeket, folyamatokat váltott ki, ami gyakorlatilag a környezet változáshoz, vagy a környezeti migrációhoz tartozónak tekinthető. A több századon keresztül, legalábbis a szakértők szerint 2006 és 2011 között a Közel-Keleten, elsősorban Szíriában egy olyan aszályos éveket élt meg a társadalom, aminek következtében egyes területeken a termények 75%-a, a haszonállatok 85%-a elpusztult. Ez azt jelenti egyébként, hogy 800 ezer ember kényszerült be a városokba. Az ilyen típusú migráció, ami gyakorlatilag megint csak a környezet változása, ha tetszik, az éghajlatváltozás miatt következik be, ennek nagyon komoly politikai, szociális és szociológiai okai vannak, tehát nagyon sokan egész egyszerűen azokban az eseményekben, ami 11-ben kirobbant először Tunéziában, aztán Egyiptomban, aztán Líbiában, aztán Szíriában, a környezet változását is fontos tényezőként említik meg. Itt csak felírtam egyébként a Center for American Progress-nek egy 13 februári tanulmányát, ami elég részletesen foglalkozik ezzel, megtalálható a neten, tehát el lehet olvasni ezt a tanulmányt. Akik szintén ugye azt próbálják magyarázni, hogy milyen típusú hatása volt az arab tavaszra a klímaváltozásnak. Mik a legfontosabb oka? Ha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, akkor azt szoktuk mondani, hogy a vízhiány és a vízbőség. A vízhiány nyilvánvaló az aszály, és akkor hadd higgyem fel a figyelmet, hogy az aszály nem csak Afrikát, vagy nem csak
Kína egyes területeit érinti. Már a 30-as években például az oklahomai területeken kialakul az az úgynevezett pormedence, ami egy borzasztó aszályos időszaknak az eredményeként jön létre, és amely a nagy déli síkságokról hát közel 3 millió embert indított el, és nagyon sokuk Kaliforniába menekült. Ezt csak azért jelzem, mert nem mai kérdés a környezetváltozás, illetve a környezeti migráció. Hozzá lehetne tenni talán még azt is, hogy erózió miatt például Mexikón belül naponta 300-400, egyes adatok szerint 500 ember hagyja el azokat a területeket, amelyeken már nem lát reményt arra, hogy tovább termeljen, illetve tovább éljen. A másik nagyon fontos vízhiány az az elsivatagodás kérdése. Szakértők szerint a földterületnek a 20%-át érinti, közel 100 országot, és legalább 80 millió embert. Ez inkább csak a méretek miatt és a mennyiség miatt kulcsfontosságú. Tehát az elsivatagodás, amellyel szemben, hát fogalmazunk úgy, csak az igazán magas technológiával rendelkező államok tudnak fellépni, gondoljunk itt izraeli mezőgazdaság különböző csepegtetős és egyéb mezőgazdasági újításaival, vagy az olyan hát szárazság tűrő növényzet, illetve haszon növényzetnek a bevezetése és meghonosítása, amely elhúzhatja vagy a termőképességét a földnek fenntarthatja. A másik az a vízbőség, és a vízbőség az elsősorban a tengerszint emelkedést szokták említeni. Ugye vannak olyan tanulmányok, amelyek azt vizsgálják, hogy a partszakaszokon élők, már pedig az emberek, emberiség túlnyomó többsége az a nagy partszakaszokon, tehát az óceánok, tengerek, delták és különböző folyók partszakaszain élnek. Ha ez 1 méterrel megemelkedik, akkor jelentős, egészen jelentős hát migrációt fog elindítani, amelynek egy része nyilvánvaló belső migráció lesz, de mindig tudjuk azt, hogy a belső migrációnak bizonyos százaléka külső migrációvá válik, és azt is tudjuk, hogy a külső migránsok közül, akik nem látják lehetőségét a visszatérésnek, már pedig a környezeti károk, ha megfordíthatatlanok, általában ilyen területeket produkálnak, akkor elindulnak különböző egyéb helyekre. Csak érdekességképp tettem fel ezt a, vagy azt az adatot, hogy plusz 1 méter Bangladesben a rizsföldek 50%-át tenné hát termőképtelenné, 40 millió embert érintene, de ugyanilyen problémával nézünk szembe Kínában, Indiában, Indonéziában, Pakisztánban, tehát mint említettem, rendkívül sok országban, Tájföldön, Vietnámon. És ugye, ahogy szoktam mondani, hogy természetesen a víz alatt azt meg lehet tanulni élni, de hát ahhoz néhány 100 millió év kell, mire újra az evolúció esetleg kopoltyúkat növeszt az emberiségnek. A másik ilyen hasonló környezeti kár az a monszun, ami szintén ugye a közhiedelemmel ellentétben nem csak Ázsiát, nem csak az indiai kontinenst érinti, hanem Afrikát, Észak-Amerikát, Ausztráliát is, és amelynek a szélsőséges szárassága és szélsőséges vízbősége nagyon sok helyen olyan környezet károsító hatással jár, ami miatt távoznak. És végül vannak az extrém éghajlati viszonyok, környezeti katasztrófák, ami környezeti migrációhoz vezethetnek, hurikánok, cunamik és földrengések. Ezeket csak azért tettem ide természetesen, mert mind a hurikánok, mind a cunamik egyébként, vagy inkább a hurikánok, fogalmazzunk így, és a szélsőséges időjárás az nagyon sok esetben a klímaváltozáshoz kötött, vagy legalábbis ide kötik. Itt egy olyan térképet próbáltam kitenni, de ha jól látom, nem túl sikeresen, mert a színek nem a legkedvezőbbek, amelyek a különböző környezeti károk által érintett területeket
ugye az aszály és az elsivatagos ház az a zöld területet illeti, a hurikán övezeteket, azokat nagyjából ismerjük, illetve hát az olyan szélsőséges időjárási formák, amelyek gyakorlatilag hát olyan víz emelkedéssel, illetve olyan hullámokkal járhat, amelyek hát jelentős környezeti változásokat idéznek elő. Ez egy talán sikeresebb térkép arról, hogy mely kontinenst mennyire érinti egyébként az elsivatagodás hát folyamata. Itt lehet látni egyébként a sötét területek egyébként azok, amelyeket leginkább, és ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy pont azokon a területeken vannak konfliktusok, például a Közel-Keleten, ahol az elsivatagodás az egy nagyon komoly és hosszú, vagy pontosabban veszélyes folyamat. Szintén egy ugyancsak az elsivatagodást mutatja, talán ez egy látványosabb, egyszerűbb kép, de szintén csak szeretném jelezni, hogy mindazok, akik a sötét környezetben, vagy a sötét területekkel áll, vagy a sötétter jelzett területeken élnek, ott nagyon komoly kihívást fog jelenteni az elsivatagodás kérdése, ami egy, ha ráadásul erre rávetítenénk azt a térképet, amelyet korábban mutattam, hogy hol jön, vagy hol számítunk nagy népesedési bumra, akkor kiderül egyébként, hogy nagyon sok esetben éppen azokon a területeken számítunk nagy népesség növekedésre, ahol a környezeti károk, vagy a környezetváltozás, és ezek a éghajlatváltozás jelentősen befolyásolja az egyes államok, az egyes társadalmak, gazdaságok megtartó képességét. És hát ez egy sorozat, ami gyakorlatilag úgy készült, remélem, hogy látható, hogy nagyjából mit lehet mondani arról, hogy hol lesznek olyan hát vízemelkedések, amelyek bizonyos területeket elöntenek. Ez a világot jelzi, de majd lesz talán, biztos lesz jobb is. Ez Európát, csak jelezném például, hogy Dánia, mint olyan, nem lesz. Velencében nem nagyon tudunk majd elmenni, amennyiben így folytatódik a dolog. Tehát jelentős problémát fog okozni Európában is, hasonlóképpen Ázsiában. Itt egész nem lehet látni, de itt egész szigetek tűnhetnek el, ami azt jelenti, hogy ott mindenféleképpen klímamenekültekre vagy környezeti menekültekre kell számolnunk. Nagyon komoly ez a Ausztrália is olyan terület, ahol gyakorlatilag ez Dél-Amerika szintén, Észak-Amerika olyan, hogy Florida olyan nem nagyon lesz. Tehát mind olyan területek, amelyek. És természetesen Afrika is, ahol szintén csak gondoljunk ott a Afrika nyugati részére, ahol jelentős környezetváltozást okozhat a vízemelkedés. Indiát azért tettem fel, és ezt a térképet, mert itt több minden lehet látni. Tehát azt lehet látni, hogy egyes országokat egyszerre érnek a különböző környezeti károk, ugye a ciklontól kezdve a megnövekedett víz magasság vagy tengerszint növekedés, az aszály, a melegsivatagosodás, tehát az elsivatagosodás is, mind egyetlen állam esetében nagyon sokfajta környezeti változással nézünk szembe, és ez még inkább valószínűvé teszi azt, hogy környezeti migrációra számolnunk kell.
Lesznek-e környezeti migránsok? A Nemzetközi Migrációs Szervezetnek javaslatai vannak arra vonatkozóan, hogy milyen kategóriákat használjon a nemzetközi közösség, illetve a nemzetközi jog. Ez három kategóriát jelent. Az egyik a környezeti vészhelyzeti migránsok, akik gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy időlegesen kénytelenek elhagyni, átmenetileg lesznek menekültek, hurikánok, cunamik, földrengések, ez már ma is van egyébként, ma is látjuk azt, hogy bizonyos hurikánok vagy cunamik által sújtott, vagy földrengés által sújtott területekről átmenetileg menekülni kényszerülnek az emberek. Lesznek úgynevezett környezeti kényszermigránsok, akik a romló környezeti feltételek miatt fognak menekülni. Ez két ilyen dolgot, csak példaként az eróziót, illetve a tengerszint emelkedést mindenféleképpen meg kell említeni. Illetve lesznek a környezet által ösztönzött migránsok, vagy az úgynevezett a környezeti gazdasági migránsok, akik gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nem fogják megvárni azt, hogy szembesüljenek a drasztikus környezetváltozással, hanem a jövőbeli problémák miatt migrálnak, az elsivatagodás, az asszály, és stb. Tehát aminek egyébként meggyőződésem szerint az arab tavasz kapcsán, vagy Szíria kapcsán szintén tanulni. Hogy lesznek-e környezeti migránsok és menekültek, erre nagyon egyszerűen nem egyszerű válaszolni, mert komoly vitapont van. Az elsősorban, ugye vannak, akik azt mondják, hogy lesznek, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy igen, a környezetváltozás és az éghajlatváltozás okozta, vagy a környezetváltozás okozta menekülteket, vagy migránsokat, bizonyos helyzetben menekülteknek lehet tekinteni. A másik viszont egy olyan, hogy nem lesznek, mert a környezetváltozás helyi konfliktusokhoz fog vezetni, így akik jönnek, hivatalosan nem a környezetváltozás miatti menekültek lesznek, vagy migránsok, hanem politikai és háborús menekültek lesznek. Nagyon egyszerűen azt kell látni, hogy a környezetváltozás az lecsökkenti az egyes országok megtartó képességét, ami lecsökkentett megtartó képesség ugye a javak elosztását szűkíti, ez mindenütt konfliktusokhoz vezet, a fegyveres konfliktusokhoz, polgárháborúkhoz, a legkülönbözőbb dolgokhoz, és ebben az esetben, ha ez következik be, és ugye nagyon sokat beszélünk arról, hogy vannak úgynevezett környezeti konfliktusok, tehát amikor a vízhiány, amikor a termőföldnek az aszályosodása, az elsivatagodás miatt kezdődnek el bizonyos népcsoportok és közösségek közötti harcok, fegyveres harcok, konfliktusok, akkor azt kell látnunk, hogy nagyon könnyen előfordulhat, hogy mi már csak azokat a változásokat fogjuk tapasztalni, amikor a környezetváltozás valóban belső vagy külső konfliktusokhoz fog vezetni, és ebben az esetben hát ugye ők politikai és háborús menekültökként lesznek. Van-e kiút a menekültválságból, és ugye nekem azt mondták, hogy a hazai biztonságpolitikai kihívás, vagy biztonságpolitikai következmények. Nagyjából egészében azt kell látni, hogy a migráció egy olyan folyamat, amelyet egyes országok nem tudnak kezelni. Lehet azt gondolni, hogy tudnak, de hosszú távon nem fognak tudni. Különösen nem fognak tudni egy olyan esetben, ha mindazok a migránsok, vagy menekültek, akikről beszéltem, tehát a szociális, a demográfiai, illetve a környezeti migránsok is megjelennek, akár Európán a határainál, akár Európán belül, akkor azt kell mondanunk, hogy ezt kizárólag Európa szintű, komplex, összehangolt és együdejű cselekvéssel lehet kezelni. Mit értek az alatt, vagy mit értünk? Alapvetően 7 pontot. Az első, a kibocsátó országok helyzetének, konfliktusainak megoldása. Ebben épp úgy benne van a polgárháborúknak a kezelése, de épp úgy benne van egyébként azoknak az afrikai államoknak a támogatása, fejlesztési támogatása, épp az egyes afrikai országok
vagy fogalmazunk, hogy a konfliktussal terhelt országok megtartó képességének a növelése, ez azt fogja jelenteni, hogy iszonyú nagy pénzeket kell annak érdekében beruháznunk és befektetnünk többek között a környezeti változáson keresztül menő országok és társadalmak esetében. Nagyon egyszerűen azért, mert ha nem, akkor onnan el fognak jönni. Ráadásul ugye én Izraelt említettem, de hát Izrael egy technikailag nagyon magasan fejlett ország, amelynek az eszközei, akár a mezőgazdaság, akár mondjuk a biológiai kutatásokban sokkal magasabb szintet ér el, mint az afrikai államok túlnyomó többsége. Tehát bizony olyan megoldást kell találni, ami alkalmazható az alacsonyabb technológiai szinten lévő országok esetében is. Tehát Európa biztonságteremtő szerepvállalását nem csak katonai, nem csak a polgárháborúk, hanem általában a migrációt kiváltó okok kezelésében kulcsfontosságúnak tartom. Nyilvánvaló, hogy az európai menekültjog felülvizsgálatára szükség van, az, hogy ez Dublin 4 lesz, vagy Dublin 5, ez egy másik kérdés, nem jó jelenleg. Láthatóan már a jelenlegi egyébként, ha relatívan nézzük, tehát pontosabban, ha világviszonylatban, vagy akár regionális összehasonlításban nézzük, ezt a viszonylag kis migrációs hullámot, vagy menekült hullámot sem tudja kezelni. Ezt azért jeleznem, ugye, mert említettem a 7,6 millió szíriai belső menekültet, 4 millió külső, és ebből nagyjából egészében hát olyan 750-800 ezer ember jött ugye Európába. Egy 500 milliós Európának ennek a 800 ezer embernek a kérdését nem lenne szabad, hogy ne tudja kezelni. Ez azt jelenti, hogy a menekültügyi rendszereink, vagy a menekült európai menekültügyi rendszer gyakorlatilag felkészületlen a kisebb fajta migrációs hullámokra, vagy menekült hullámokra. És ez azt jelenti egyébként, hogy mit fogunk akkor csinálni, ha az összes többi migrációs kategóriából akár csak a 10%-a elindul azoknak az embereknek, akik jönnek, tehát akik menekülésre kényszerülnek. Fontos, és ez szerintem a környezeti migránsok esetében is kulcsfontosságú, a szomszédságban lévő államok támogatása, akár a környező országok menekültügyi rendszereinek támogatása, akár a környező országok olyan típusú támogatása, hogy hosszabb távra be tudják fogadni ezeket a migránsokat, közöttük egyébként a környezeti migránsokat is, ami azt gondolom, hogy újabb pénzösszeggel fogja megterhelni az európai büdzsét. És tudom, hogy nagyon nem népszerű dolgokat mondok, de hát egy kutatónak az a feladata, hogy szembesítsen bizonyos dolgokkal. Fontos, hogy a tranzitországok valamilyen módon hát együttműködjenek, hogy valamilyen politikai feltétel legyen. A tranzitországokat ma csak úgy gondoljuk, hogy ezek alapvetően hát mondjuk Macedónia és Szerbia, de ha a környezeti változásokat nézzük, akkor az észak-afrikai térség egésze, beleértve Líbiát, beleértve Egyiptomot, beleértve Tunéziát, olyan terület, ahol a megtartó képességét és a szubszaharai övezetből elinduló migrációs hullám első megtörését feltétlenül, vagy második megtörését feltétlenül végre kell hajtani. A migrációs hullám alapvetően hullámként működik, tehát hullámtörőket kell beletennünk, ezért mondjuk, hogy a kibocsátó országoktól kezdve a szomszédságban lévő országok, a tranzitországokon keresztül kell eljutni oda, hogy. Mi alapvetően készítettünk a jelenlegi migráns vagy menekült hullámra egy olyan javaslatot, és
összességében azt látom, hogy, hogy kezd elfogadottá lenni, nem azért, mert milyen okosak vagyunk, hanem mert minden stratégiával vagy hosszabb távú folyamatokkal foglalkozó kutatóintézet hasonló eredményre jut. Ugye azt mondjuk, hogy EU oltalmi övezeteket kéne létrehozni Schengenen kívül, mert egész egyszerűen a schengeni rendszer az a jelenlegi formájában úgy működik, hogy nem képes különbséget tenni az EU állampolgár, illetve a menekült vagy a migráns között, hanem a migránsokat nem tudjuk gyakorlatilag helyhez kötni. Tehát azt kell megcsinálnunk, hogy az oltalmi övezeteknek a létrehozása azért kulcsfontosságú, mert ott kéne ugye regisztrálni és eldönteni eleve, hogy ki szorul menekülti státuszra, vagy ki szorul menedékre, illetve oltalomra, és ez abban az esetben még fontosabbá válik, ha a migráció száma, ha a migrációk száma, ha a menekültek száma növekszik, tehát minél több ember jön, annál szigorúbban fogja valószínűleg minden egyes közösség, nem csak az európai, hanem a világ egyéb térségében levő közösségek is megnézni azt, hogy, hogy kiszorul valójában menekülti oltalomra, illetve menedékre. És végül, bocsánat, ezt követi egy hatékony határvédelem, azok közé tartozom, akik bátran elmondhatják, mert többször hát nyilatkoztam róla, hogy nem feltétlenül a kerítést tartom ennek. Hál' Istennek ma már a kormányzat is azt mondja, hogy ez legfeljebb a második legjobb megoldás. A kerítés egyelőre semmi egyebet nem csinál, mint másokra terheli a migrációs hullámot. Ez számomra azért elsősorban azért elfogadhatatlan, mert mint említettem, európai szintű komplex és összehangolt és egyidejű cselekvés kell, és ez feltételezi az európai nemzetek, államok és az európai politikusok közötti szolidaritást, mert máskülönben nem fogja senki csak időlegesen és másra való terheléssel megoldani ezt az egész kérdést. És van egy nagyon fontos, ez a befogadók írtak integrációjának a javítása, illetve azoknak a társadalmaknak, hát fogalmazunk úgy, a migrációhoz és a menekültekhez való hozzászoktatása, amelyek ma azt mondják, azt vallják, azt hirdetik, hogy ők már pedig egy darab migránst, egy darab menekültet sem akarnak befogadni. A demográfia az egy sokkal keményebb és sokkal áthatóbb folyamat, sem mint azt mi gondolnánk. Ez azt jelenti egyébként, hogy különösen a kelet-közép-európai országokban egy olyan kommunikáció kell, egy ráadásul a kormányzat által indított párbeszéd kell a társadalmakkal, amelyek elmagyaráznak néhány dolgot, és amelyben nem propagandát, nem politikai célokat követnek, tehát például elmagyarázzák, és akkor hadd fejezzem be a jelenlegi migráns vagy menekült válsággal azt a különbséget, hogy mi a különbség a bevándorló és a menekült között, többek között az, hogy a bevándorlókról mi döntjük el, hogy kit fogadunk be, és azt bármilyen feltételt szabhatunk, és gyakorlatilag ugye a bevándorló az, aki tulajdonképpen a munka erejét adja el, ezzel szemben a menekült, az hivatalosan időlegesen nálunk lévő ember, akit nem azért integrálunk, mert azt gondoljuk, hogy ők az évtizedekig itt fognak élni, hanem azért integrálunk, és az integráció nyelvet, a munkát jelenti döntően, mert nem akarjuk azt, hogy unatkozó tömegek esetleg radikalizálódjanak. Tehát el kell foglalni a menekülteket, értelmes munkát kell arra, értelmes elfoglaltságot kell arra az időszakra is biztosítani nekik, amik itt vannak, de ez lehet 3 év, lehet 1 év, lehet 5 év, hogy csak a különböző menekült kategóriák feltételeit említse meg. Amíg ezek a fogalmak összemosódnak, amíg alapvetően Európában azt látjuk, hogy belpolitikai motivumok határozzák meg ennek a stratégiai kérdésnek a tárgyalását, hát addig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy bármifajta migrációs hullámot, vagy menekült hullámot jól kezeljünk. Köszönöm szépen a figyelmet.